Július 11-én szombaton maratoni forgatásnapunk volt. Itt sajnos a Sűsápi Csillagfény Fesztiválra csak a késő délutáni órákban értünk oda. A bűvész bemutató mellett rúttánc műsort is megtekinthettek az érdeklődők. Nézzük együtt a következő képsorokat. Várták ide ma a környékbelieket. Hát délben kezdődött a fesztivál, különféle programok, inkább ilyen modern táncos csoportok, fiatalok táncoltak. Volt bűvészünk, volt itt egy rúttáncos kislány, akik olyan nívosabb műsort adtak. Hát azon kívül meg itt a Csillagda udvarán gyerekeknek ilyen festő, keramikus, meg olyan hasonló ugrálóvár, ami a volt, és azon kívül ugye a Csillagdába mutattuk be a Vénusz nappal, betudtuk, azon kívül egy speciális távcsővel viszont a napot is bemutattuk, amíg a felhők engedték. Reméljük éjszakára kiderül, és csodálatos dolgokat tudunk mutatni a itt lévőknek. Azt gondoltuk, hogy amíg elkezdődik a diszkó, addig be tudjuk fejezni az interjú, de úgy hallom, hogy most már igencsak hangolás van, úgyhogy bízom benne, hogy a kedves nézőket nem nagyon zavarja ez a nagy hangerő. Mint ahogy elmondtam, ugye most kezdődik a diszkó. Igen, igen, hát elméletileg ez a diszkó napkeltéig fog tartani, mert ugye úgy volt, hogy diszkó lesz napnyugtától napkeltéig, három DJ-nk van, akik reméljük, hogy bírják nyomatni addig az időpontig. Egyébként egy ilyen rendezvényt itt fönt a hegyen, a domboldalba, a dombtetőn hogyan lehet megszervezni? Mennyi idő alatt lehet összehozni egy ilyen rendezvényt, mint ami itt van most Sűsápon? Hát... Elég bonyolult, ugye, mert nagyon sok mindent kell megoldani, nem úgy, mint bent egy lakott területen, ugye, ahol szinte minden adott, itt kezdve az áramtól a vízellátásig, ugye hát minden elég bonyolult dolog. De hát azért ugye maga a környezet adja, maga a csillagvizsgáló, meg ugye régóta szerettünk volna mit csinálni egy ilyet a Szent Iván éjszakájára, csak hát ugye, akikkel így kooperáltunk szervezőkkel, mondták, hogy ne tegyük oda 21-ére, mert akkor szerettünk volna egyet, mert ugye akkor az ország szerte mindenhol múzeumok éjszakája, meg mit tudom micsoda. Hát eltoltuk így július első hétvégére, és hát ha sikerül, ebből egy hagyományt teremtünk, hogy mégis egy ilyen rövid éjszaka, jó időben kint a szabadban is lehet bulizni. Az irányába is készül, vagy szerveződik, hogy még inkább megismerjék az emberek a Csillagdát és a csillagász tevékenységhez, esetleg kedvet kapjanak ehhez a hobbihoz? Hát a fő szempont mi nekünk, tehát a csillagvizsgálónak, hát természetesen az, hogy minél nagyobb ismerettségünk legyen. Tudják, hogy van ilyen Sűsápon, Sűsáp környékén, minél többen jöjjenek. Ebből remélem sokat tudunk profitálni, hogy ismerté válunk. Meg hát ez felvetődött abból is, hogy meghirdettük, hogy most van a fény éve, ugye, amit az UNESCO és az ENSZ megszavazott.
és úgy gondolkoztunk sokat rajta, hogy hogy a fennében lehetne megünnepelni ezt az egészet, és akkor jött, adódott ez a dolog, hogy elkezdődött szerveződni ez, hát akkor jó, hát akkor ünnepeljük meg egy ilyen kis zenész bulival ezt a fényt, hogyha már ilyen sok mindent adott nekünk, ugye itt a napnak a fényére gondolok, ami az éltetőnk.